a mai meditáció során láthatatlan égi segítőinkkel találkozunk. Azokkal, akik már a leszületésünk előtti pillanatokban is velünk voltak, és akik végig kísérik életünket, függetlenül attól, hogy hiszünk-e bennük, vagy sem. Mégis, ez a találkozás erősebbé teszi majd a velük való kapcsolatunkat, hiszen ettől fogva talán kérni fogjuk őket, hogy segítsenek bizonyos helyzetekben, még a szokásosnál is jobban. És hiszed vagy sem, ők pontosan erre várnak. Csak kérj, és megadatik. Azonban most arra kérlek, hogy helyezkedj el kényelmesen, hiszen egy messzi, messzi tájra utazunk, hogy keress egy nyugodt helyet. Feküdj le egy ágyra, és pihenj. Tégy a fejed alá párnát, találd meg számodra a legkényelmesebb pozíciót. Hunyd be a szemed, és kezdj el a légzésedre koncentrálni. Fókuszálj arra, hogy az orrodon át mélyen beszívod a levegőt, majd a szádon át lassan kiengeded. Még egy jó nagy levegő, majd kifújod. És arra kérlek, hogy jó mélyen, egyenletesen lélekelsz. A tested ettől kellemesen ellazul. A szíved békés dobogása álomszerű állapotba ringat. Ahogy fekszel, érzed, amint a végtagjait egyre könnyedebbé válnak. Már alig érzed, hogy ott van alattad az ágy. A lelked utazásra hív. Te pedig elfogadod a meghívást. Csak lélekezz mélyen. Lassan érezni fogod, hogy minden tagod ellazult. Megnyugszol teljesen. Elengeded a hétköznapi feszültségeket. Elernyednek a végtagjaid, a nyakad, egész gerincoszlopod. Nyugodt vagy és békés. Érzed, mintha lassan emelkedni kezdenél. Talán ismerős ez az érzés. Egy vagy a finom, friss levegővel, a fénnyel, a téged kísérő égi segítőkkel, mert ott vannak veled, talán látod is őket. Az őrangyalod közvetlenül melletted száll. Ragyogó fénye téged is beborít, mintha hatalmas szárnyaival folyton téged védene. Körülöttetek további fénylények, akár a nap ragyogó fénycsóvái titeket követnek.
lenézel. Vaskos felhőtakaró felett szálltok. Ameddig csak a szem ellát, nagy fehér paplan borítja a látóteret. Nézd meg, milyen csodás! Aztán, mint egy farázsütésre, egyszerre csak ereszkedni kezdtek. Még nem tudod, hova érkezel, de izgatottan nyújtogatod a nyakad. Vajon melyik korba, milyen helyre visz ez az út? Vajon mit kell most megtapasztalnod? Kíváncsi vagy, de mintha legbelül a lelked mélyén már tudnád. Átszelitek a felhőket, orrodban érzed az illatukat, és még valamit, a sós tengeri levegő illatát. Apránként feltűnik alattatok egy szigetnek tűnő, több gyűrűs épített város. Óarany kupolái csak úgy ragyognak a nap szikrázó fényében. Torony magas szobrait látva, melegség költözik a szívedbe. Ismered ezt a helyet, hisz éltél itt korábban. Lehet, hogy több életet. Atlantis volt az első hely, ahová embertestben megszülettél. Csak lélegezz jó mélyen. Lassan, könnyedén ereszkedtek. Zsigereidben érzed az ide kötődő, elfeledett emlékek csíráját, a pozitív rezgéseket, amelyek többet mesélnek mindennél. Aztán szép lassan megérkeztek. A talpad alatt érzed a vörös kövek melegét, a részszínű út egyenesen a belvárosba vezet. Hosszú oszlopok nyúlnak a magasba. Elképesztő szobrok, kőhidak, csopogó szökőkutak, pazar virágos teraszok tárolnak eléd, és ismerős arcok, akiknek érzed a gondolatait, a feléd áramló szeretetét. Nincs szükség szavakra. Itt más szinten kommunikálnak az emberek. Jó régi időkben jársz. Az emlékeid felvillanó képekként tűnnek fel előtted. És te elmosolyodsz. Földi félelmeid a betegségektől, a haláltól, a felesleges szorongásaid innen talán nevetségesnek és értelmetlennek tűnnek. Látod, ahogy őrangyalod melletted állva bólint. Rá kell döbbenned, hogy nem vagy egyedül, és arra is, hogy spirituális erőd, ha nem is használod, mindvégig benned szunnyadt. Most magad is láthatod. A kikötő mellett sétáltok. Karcsú, tündérvirág faragással díszített hajók ringatóznak a
kék víztükrön, és szinte hallod, hogy hívnak téged. Vagy a víz az? Magad sem tudod, de arra igyekszel. Az őrangyalod magas alakjának árnyéka hűen követ téged. Hitetlenkedve nézel körül. Érzed a növények érzéseit, az emberek kisugárzását, a nap melegének simogatását, és a szellő játékos pajkosságát, ahogy körülötted száguldozva összekócolja a hajad. Minden él, és te minden élő energiát érzékelsz. Vajon otthon miért mész el ezek mellett? A hozzád legközelebb álló hajóra sétálsz, a leeresztett hídon át. A fénylények követnek, tathoz állva nézed a nagy kékséget, amely körbeöleli a békés várost. A hullámok lágyan csapódnak a hajó falához, ahogy megindultok. Te pedig álmélkodva nézed ezt a lenyűgöző világot. Ahogy áthajóztok a boltíves hidak alatt, a partmenti házakba látsz. Érzed az odabent lüktető életet, nem olyan, mint otthon. Itt nincs versengés, önzés, nem bántják egymást az emberek. Helyette béke és szeretet lengi be az otthonokat. Mindenki szeretettel végzi a munkáját. Nincs feszültség, nincsenek súlyos betegségek. Lélekközpontú itt az élet. Nézed az utcákon sétáló embereket, és hirtelen rádöbbensz, hogy mindőjüknek látod az auráját. Kinek halványkék, kinek rózsaszín, a gyermekeké narancsos, sárgás, az idősebbeké zöldes, akár a kavargó sarki fény. Kezedre nézel, majd a lábaidra. Látod a saját fényeidet is. Majd vidám kerregést hallasz, ezért a víz felé fordulsz. Delfinek kísérik a hajódat, és hozzád beszélnek. Fura mód érted őket. Emlékezz mindenre. Éneklik kórusban, olyan édes hangon, mintha nevetnének. Talán érzed is, ahogy lüktet a két szemöldököt között a homlokod. Megérinted ezt a helyet, és szinte hallod a fejedben a hangjukat. Emlékezz erre a tiszta világra, ha odaállt, megkísért a sötétség. Bólintasz, ők pedig bukfencet hánynak, majd vidáman ugrándozva a nyílt víz felé úsznak. Te leülsz a hajó orrába és elmerengsz,
olyan ez a hely, mint egy álom. Pedig nagyon is valóságos. Lehet, hogy most inkább az otthon tűnik álomnak. Egy nehéz, küzdelmes álomnak. Egy bársonyos hangot hallasz a fejedben. De hiszen éppen ezért vagy itt, kedves. Az őrangyalod az, aki szavak nélkül szól hozzád. Éj hangja simogatja a lelkedet. Tudod, hogy igaza van, és azt is tudod, hogy mi a dolgod. Emlékezni. Emlékezni, hogy milyen volt itt az életed. Ki voltál? Mivel foglalkoztál? Talán gyógyítottál? Tanítottál? Lehet, hogy a jövőbe láttál? Papként vagy papnőként szertartásokat tartottál? Vagy állatokkal foglalkoztál? Mit érzel? Milyen érzéseket kelt benned ez a hely? Mit tennél egy ilyen békés világban? Mivel foglalnád el magad? Mit tenne boldoggá? Emlékek kavarognak benned. Meseszép otthont látsz. Boltíves ablakokkal. Fehér fából faragott ágyal, exotikus gyümölcstálakkal megrakott asztalokat, szaladgáló gyermekeket, akiknek a nevetése beharanyozza a napodat. Nők, férfiak, intrika, hazugság és álságosság nélkül éltek. A hajó egy sok tornyú épülethez igyekszik. Ismered ezt a helyet? A hatalmas, részkupolás templomot, Atlantis legfőbb energiacentrumát. Megáll a hajó, te kiszállsz, és a lépcsősor felé sétálsz. Magasra kell menned, fel, az istenek felé, a díszes portikusz felé, amelynek árnyas kapuja lassan kinyílik előtted. És te besétálsz. Odabent fél homály van, ám a templom két oldalán, az ott elhelyezett szobrok előtt mécsesek ezrei pislákolnak. Hűvös és tömjén illatú a levegő. Előtted keskeny út, mellette padok, kővázák, bennük hófehér jázminok. Ismerős arcokat látsz, és a templom közepén egy hatalmas, gömb alakú hegyi kristály. Mágnesként vonz, ahogy közeledsz. Le sem tudod venni róla a szemed. Megérinted. Hűvös
és mintha párás lenne a felülete. Nagyon kellemes érzés, de nem ez a legkülönösebb. Ahogy a tenyered a felületére simul, emlékek százai rohanják meg az elmédet. Misztikus energiacsóvák veszik körül a tested, és behálózzák fényfonalaikkal. Körülvesznek téged. Csak hunyd be a szemed, és érezz. A pozitív rezgés egyre fényesebbé teszi az aurádat. Energia csakráid csak úgy szívják magukba a ragyogást, te pedig egyre jobban és jobban érzed magad. Aztán egyszeriben elenged a kő, és te távolabb lépsz. Úgy érzed, hogy szinte megfiatalodtál. Az életerő csak úgy zubog az ereidben. Ahogy hátrálsz, papnőket látsz. Hosszú, fehér köpenyt, kékköves nyakláncot viselnek. A hajuk fehér, hosszú, hullámos. Az arcuk kortalan. A szemük égkék, mint a kristály, amit a ruhájuk felett viselnek. Most látod csak, ez egy atlantiszi nyaklánc. Az ezüst díszek a város szerkezetét formázzák. Hozzád lépnek, a saját nyelvükön beszélnek. Te mégis érted őket. Azért jöttek, hogy megnyissanak téged. Hogy megnyissák a harmadik szemed. Hogy ez aztán odaállt a te idődben, mindig segítségedre legyen. Hogy segítsen emlékezni, hinni, elengedni a félelmeidet. Persze csak is a saját tempódban. Ezt nem kell erőltetni. Csak lélegezz mélyen. A legelől álló papnő felemeli a kezét, ujjait egy fehér tégelybe mártva, egy egyenes szárú keresztet rajzol a homlokodra. A két szemöldököt közé. Hallod, ahogy megállt téged, és a többi papnő megismétli vele a rövid imát. A második papnő hozzád lép, és a homlokodra helyez egy fénylő ametiszt kristály. A kő szikrázva beleolvad az aurád fényébe, és egyé válik veled. A harmadik papnő egy zöld követ nyújt feléd, majd a szíved fölé helyezi, és ez az előzőhöz hasonlóan egyé válik a fényeddel. A negyedik papnő hozzád lép, és egy szimbólumot rajzol köréd. Csillámport látsz magad körül a levegőben, ahogy a szíves üvegtáblákon betörő napfény megvilágítja. Hallod a hangját is a fejedben, és tudod, hogy védelmező szimbólumot kaptál.
ez az ő áldása. A négy papnő az öröklét ajándékait adta neked, ami odaállt, a te világodban is veled lehet. Amikből mindig erőt, hitet nyerhetsz, ha úgy érzed, hogy beborult körülötted, és gyülekeznek a fellege. De most meghajolsz, megköszönöd az áldást, az ajándékot, ők pedig könnyedén biccentenek, és elsétálnak a templom fél homályában. Magadban ácsorogsz a hűvös épületben, amikor hárfa muzsika hangját hallod. Hátrafordulsz, az őrangyalodra nézel, ő bólint. Sietősen indulsz el a hang irányába. Hófehér oszlopcsarnokon átvezet az út, egy keskeny függő hídon át, egészen egy fehér teraszra, amely magasan az alant hullámzó tenger fölé nyúlik. A fehér korláton kerek tearózsák, hibiszkuszok, illatos akác és éles fehér fény, ameddig a szem ellát. Hunyorogva nézed, ahogy közeledsz. A fényfolyam a part felé folytatódik. Odalent is csak úgy ragyog a part tőle. A szíved nagyot dobban. A ragyogás az ott gyülekező angyalok fénye. Itt várnak rád, míg mások odalent sétálnak, az emberek hívására várva. Alig tudsz rájuk nézni, olyan erős a fényük. Őrangyalod mosolyog rád. Tudja, hogy most pont erre volt szükséged. Körbevesznek, megérintenek. Érzed őket, a szeretetüket. A belőlük áradó ragyogás beborít téged. Sírni tudnál. Oly valóságosak, oly elevenek, oly igazak. Vajon eddig miért nem gondoltál rájuk nap mint nap? Miért nem hívtad őket, amikor szükséged volt segítségre? Talán rengeteg kérdés kavarok benned, de érzed, hogy ők nem engedik, hogy bánsd, hogy hibáztasd magad. Megsimogatják az arcod, édes illatuk megtölti a tüdőt, a lelked békével teli. Hazaérkezett. Talán kérdések kavarognak benned. Miért? Miért veszítettem el veletek a kapcsolatot? Mi történt? És amint kimondod ezeket a szavakat magadban, már meg is érkezik a válasz. Villódzó képek tűnnek fel lelki szemeid előtt. A rettenetes földrengés, ami romba döntötte ezt a csodálatos várost. A fekete szökőár, ami elől pánikba esve menekültek az emberek. És a sötétség nem kímélt se kicsit,
se időst, elnyelte a családokat, a szerelmeseket, a békében élő atlantiszi embereket. Majd jött a hatalmas víz, és mindent elmosott. A halál sikolyát, az aláomló épületeket, a csendben elsüllyedő várost, a romok alá temetett keserűséggel, fájdalommal és gyásszal. Sok lélek szíve záródott be akkor, nem csak a tiéd. Nem tudtak mit kezdeni a történtekkel. Nem volt gyógyír, ami enyhítést nyújtott volna a lelki fájdalmakra, ami belülről emésztette őket. Felejteni akartak, és eltávolodni mindentől. Elmenni egy másik életbe, egy másik helyre, ahol senki és semmi nem emlékezteti őket többé erre a világra. Talán sírni tudnál, amúgy a szakadó fájdalmat érzel, a lelked, mintha darabokra akarna szakadni, de az angyalok körbeölelnek szárnyaikkal, és halkan énekelni kezdenek. Nem mozog a szájuk, mégis hallod, semmihez sem fogható éteri hangjukat. Gyógyítják ezeket a régi érzéseket, a régi sérüléseidet, a félelmeidet. Csak lélegezz jó mélyen. Már csak a békét érzed és a tisztaságot. Ami elmúlt, az elmúlt. Mégis egy másik dimenzióban jelen van. Tudod. És azt is, hogy itt soha, semmikor nem történhet baj. Ide bármikor jöhetsz, mindig visszatérhetsz. Ez a világ itt vár rád. Erősebb vagy, mint valaha. Hiszel magadban. Tudod, az életed a gondolataid kivetülése szerint alakul. Olyan vagy, amilyennek gondolod magad. Az életed is olyan, amilyet mélyen belül a gondolataiddal megteremtesz magadnak. Talán már nem is félsz. Tudod, hogy mindenen képes vagy változtatni, és amint hazaérsz, talán meg is teszed az első lépést, aztán a másodikat és a harmadikat, egészen addig, amíg elégedett emberként atlantiszi békében élheted a mindennapjaidat. Ezen dolgoznod kell, de nem baj. Lelkes vagy és hittel teli. Tudod, az angyalok léteznek, és oda át is veled vannak, még ha nem is látod őket. Már nincsenek kételyek benned, nincs miért aggódnod. Könnyedén meghajolsz, megköszönöd az angyaloknak a tanítást, majd elindulsz lefelé, a kanyargós lépcsőn át a partra, ahol már messziről látod, hogy egykori tanítómestered áll. Egyenes háttal áll a nagy kékség előtt, kék köpenyébe bele-bele kap a tengeri szél.
a lába előtt fövenyre futó hullámok épp nem érik el, de mintha incselkednének vele. Arcát aranyszínűre festi a horizonton a lábukó napkorong aranyszínű fénye. Fehér haja hosszú, a derekát verdesi, varkocsa a tarkójára fonva, bőrszalaggal van díszítve. Mezítláb van, keze a mellkasa előtt összetéve. Ahogy meglát, elmosolyodik, és széttárja karját. Ahogy megölel, megrohannak az érzelmek. Mintha egyszerre találkoztál volna az édesanyáddal, az édesapáddal, a nagyszüleiddel, és minden felmenőddel. Nem beszéltek, abban az ölelésben minden benne van. A teljes körforgás, a szeretet ereje, a végtelenség. Aztán a mester távolabb lép, és a kezét a fejedre téve megállt téged, és megállja azt az utat, amin jársz. Bőséget, bölcsességet, szeretetet, egészséget kíván neked, majd szép lassan utadra enged. Megköszönöd a tanítást, és elindulsz a fövenyen. Magad sem tudod, hogy merre visz az út, csak érzed, hogy menned kell. Talán valaki vár rád, és rövidesen meglátod. Először csak a lábát, ahogy a vízben állva téged vár. Térdéig érnek a hullámok. Ahogy rád néz, elmosolyodik, és te viszont már szaladsz, rohansz, és a karjaiba veted magad. Ő az örök szerelmed, akivel életről életre találkozol, és akivel hiába öltötök mindig más és más földi ruhát, minden világban, minden életben megtaláljátok egymást. És most sincs szükség szavakra. A szerelmetek örök, nem ér véget soha. Talán nem is akarod elengedni. Pedig mélyen belül tudod, hogy ő mindig megtalál téged. És mindig az életed része lesz. Nem szabad félned. Hallod a hangját. Mindig itt leszek neked. Mindig szeretni foglak téged. Az ölelése betakar, mint egy puha pléd. A karján nyugszik a fejed. A szívverése, mintha a tiéd lenne. Egyek vagytok. Örökkön örökké. Csak a légzésedet hallod, ahogy egyé válik az övével, és tudod, érzed, hogy minden szava igaz. A szerető ölelését magadon érezve emelkedsz a magasba, de nem nyitod ki a szemed. Nincs miért búcsúzkodni. Ő a jelen életedben is itt van már. Vagy ha még nem találkoztatok,
rövidesen megérkezik hozzád. Érzed, ahogy békésen lebegsz. Elindulsz egy újabb utazásra. De most sokkal gyorsabban történik minden. Csak lélegezz jó mélyen. Érezd a saját erődet, a saját szeretetedet, a tisztaságodat, a nyugalmat, a békét, ami ott van minden sejtedben. De rövidesen megérzed, hogy lassan ereszkedsz, és szép lassan megérkezel majd a jelenbe. Anélkül, hogy kinyitnád a szemed, tudod, hogy már itthon vagy, az ágyadban fekszel. A szíved békés, a lelked kisimult, a tested olyan kellemesen ellazult, olyan nyugodt vagy, olyan harmonikus. Talán most sok mindent megértettél, és béke van a szívedben. Jól érzed magad. Boldog vagy és kiegyensúlyozott. Arra kérlek, hogy védj egy jó mély lélegzetet, hogy lassan fújd ki a szádon át a levegőt. És kezd el tudatosítani magad a testedben. Mozgasd meg egy kicsit a karjaidat, a lábaidat, és szép lassan hívd vissza a figyelmedet is. Elkezded érzékelni magad körül a szobát. Kicsit megmozgatod a nyakad, és ha úgy érzed, hogy készen állsz rá, kinyithatod a szemed. Megérkeztél.